Kedves tanulók, jó napot kívánok! Üdvözöllek benneteket ezen a rendhagyó történelemórán. Sárosi Gabriella vagyok, az Adai Cseh Károly Általános Iskola történelemtanára. A mai történelemórán folytatjuk Szerbia történetét, megismerkedünk az 1858-tól 1878-ig tartó időszakkal, amely időszakban, tehát amely két évtizedes időszakban végül is Szerbia eléri a teljes állami önállóságát és függetlenségét. Egy rövid időszak kimaradt, az 1842-től 58-ig terjedő időszak, amikor Alekszandr Karagyorgyevics és az alkotmányvédők vitték az országkül és belpolitikáját, de végeredményben ennek az uralomnak 1858-ban a Szent András napi országgyűlésen a szerb népszkupština véget vetett, és újra visszahívták, visszaszólították az Obrenović dinasztia tagjait a szerb állam élére. Így kerül újra Miloš Obrenović 1858-ban Szerbia élére, és veszi át az ország irányítását, ha nem is hosszú időre, de két évig újra meghatározó személyisége, egyénisége lesz ennek az országnak. Az első lépés, amit megtesz, az az, hogy 1859-ben a Kisboldogasszony napi országgyűlésen elfogadtat egy rendeletet, törvényt, amely arról szól, hogy a hatalom továbbra is az Obrenović uralkodóházban fog öröklődni, és az ő leszármazottai kerülnek újra hatalomra az országba. Természetesen ő nem tagadja meg önmagát továbbra, és önkényesen, abszolutisztikusan uralkodik, nem tartja tiszteletben az előírásokat, nem tartja tiszteletben az embereket, de egyetlen dologban még mindig nagyon kitartó, ez pedig a török elleni harc. Ahogy látjuk, hogy az előző időszakban, ugye 1817-ben megölette Karagyorgyét, ugyanúgy ebben az időszakban is nagyon határozottan lép fel a vélt vagy valós politikai ellenfeleivel szemben, és itt is újabb ugye, gyilkosság fémjelzi hatalomvágyását, Tom Vučić Perišić életét adja azért, mert ellenlábasa Miloš Obrenovićnak, és ugye megvan a saját véleménye mindenről. Miloš Obrenović halála után Mihajlo fejedelem kerül másodszor is hatalomra. Ő 1860-tól 1868-ig vezeti Szerbiát, őt látjuk ezen a festményen. Róla tudni kell azt, hogy ugye 1842-ben az alkotmányvédők nyomására lemondott a hatalomról, és az akkori eléggé konzervatívan dolgozó, gondolkodó fiatalember helyett egy érett férfi jön vissza Szerbiába, akinek konkrét elképzelései vannak arról, hogy hogyan is vezeti, irányítja Szerbiát. 1842-től kezdve ő beutazta Európát, európai nagyvárosokban élt, ismerkedett az adott országok társadalmi és államberendezésével, és úgy gondolta, hogy mindezt a tapasztalatot valahol kamatoztatnia kell, és ez a terület Szerbia lett ugye az elkövetkezőkben. Az ő jelszava mottója a törvény legyen Szerbiában a legmagasabb akarat, és hát ennek fényében nagyon sok törvényt, rendelkezést hozott 1861 és 62-ben. 1861-ben tehát a képviselőház elfogadja a törvényt a népképviselőházról és az államtanácsról, amellyel szabályozza a működését ezeknek a szerveknek. Utána a következő évben meghozza a törvényt a központi államigazgatásról, és tulajdonképpen még egy törvényt hoz, amely az állandó hadseregre vonatkozik. Szerbiában ettől az időtől kezdve minden 20-tól 50 éves férfi katonakötelesnek számított, és évente kétszer kellett katonai gyakorlaton részt vennie. Ő maga tulajdonképpen ugye nős ember volt, felesége Hunyadi Júlia, magyar származású grófnő volt. Érdekes az, hogy az első külföldi származású feleség Szerbiában, tehát aki uralkodónak a felesége. Végül is látni fogjuk a későbbiekben, hogy
Mihajló fejedelem és Júlia viszonya nem rózsás, el is válnak, ami miatt majd Mihajló a közvélemény keresztüzébe kerül, hisz a szerb társadalom nagyon konzervatív volt abban az időben, és nem igazán tudták tolerálni, elfogadni azt, hogy az országok vezetője elváljon, és hogy a saját közeli rokonához közelítsen. A másik célja az uralkodónak az volt, hogy megszerezze a városokat, amelyek a török katonaság vagy helyőrségek székhelyét képezték. Erre is talált indokot 1862-ben Belgrádban, a Csukur Császmánál, ahová a belgrádi lakosok vízért jártak, egy összetűzésre került sor a török katonák és egy helyi 12 éves fiú között, aminek következtében a fiú életét veszítette. Természetesen Belgrád lakossága fellázadt ez ellen, török ellenes megmozdulásokra került sor. A Kalamegdán várában élő székelő török helyőrség ettől nagyon megijedt, és elkezdték bombázni a várost. Ez a bombázás 3 napig tartott, de magában a fejedelemben is elindított egy olyan gondolatmenetet, hogy kérni fogja a török szultántól, hogy ezeket a katonákat távolítsa el Szerbia területéről. Tehát nagyobb helyőrségek voltak ebben az időszakban, és nagyobb számú török lakosság élt Belgrádban, Szendrőn vagy Szmederevon, Kladovon és Sabacon, és itt most a fejedelem követeli azt, hogy az itt élő mohamedán vagy török lakosság pakoljon össze és költözzön el. Ez mellett még egy gondolat fogalmazódik meg a szerb vezetésbe, hogy kérjék a török szultántól 2 nagyobb török erősség vár lerombolását, tehát Užice és Szoko területén található erődítmények lerombolását is kérik a török szultántól. Végül is látni fogjuk itt a következő képen, hogy a tárgyalások vége és a Csukur Császmáni események vége abban torkollik, hogy Ali Riza pasa átadja Belgrád kulcsait a szerb fejedelemnek, és ezzel hivatalosan is ugye befejeződik a törökök jelenléte 1867 húsvét napján Belgrádban és egész Szerbia területén is. Ezen a képen egy emlékművet láttok, annak a fiúnak az emlékére állították, aki életét vesztette a Csukur Császmánál, vagy Kútnál, és hát akinek közvetve, köszönhetően azután elindulnak a tárgyalások, és Szerbia területéről lassan a törökök kivonulnak. Az egyik legismertebb szerb államfő ebben az időszakban a képen látható Ilija Garašanin. Ő volt Mihajló fejedelem idejében a kormányelnök, és hát nagyon széleskörű tárgyalásokat folytatott. Ő szerette volna, ugye, tehát még a saját kormányzása vezetés alatt elérni azt, hogy Bosznia és Hercegovina egyesüljön a szerb területekkel, de nem csak ezekben a területekben gondolkodott, hanem a többi szerbek által lakott területeket is szerette volna egy országban látni, és ugye a többi szerb lakost is szerette volna szabadnak tudni. Ennek céljából, indokával több országgal is folytatott tárgyalásokat, tehát Görögországgal, Romániával, Montenegróval vagy Crnogorával és Bulgáriával. A tárgyalások célja az volt, hogy hozzanak létre egy közös török ellenes szövetséget, és ennek érdekében minden országgal sikerült Szerbiának egyezményeket is aláírni. Sajnos ezt a tevékenységét nem tudta befejezni, mert hogy 1867-ben Mihajlo Obrenović leváltotta Ilija Garašanint. Mi volt az indok? Nagyon egyszerű volt az indok. Ilija Garašanin is nagyon határozottan fellépett az ellen, hogy Mihajlo Obrenović elváljon Hunyadi Júliától, első feleségétől, és Katarinát, az egyik közeli rokonát vegye el feleségül. Tehát ez elég indoknak számított ahhoz, hogy egy sikeresen tevékenykedő kormányelnököt is eltávolítsanak a
az ország éléről. Természetesen ugye nem csak Ilija Garasanin ellenkezését váltotta ki a Mihajlo magánéletét illető ugye kérdés, hanem a közvélemény is ellene fordult, és 1868-ban a Kossuth-nyakon merénylet áldozata lett. Természetesen törvényes örököse nem volt, vagyis volt egy törvénytelen fia, akit Velimirnek hívtak, de ő nem örökölte a hatalmat, nem örökölhette, ezért egy közeli rokonát, Milan Obrenovicsot választották meg, vagy nevezték ki uralkodónak. Ő azonban ebben az időben még 14 éves volt, kiskorúként pedig nem állhatott az ország élére, ezért egy helytartóság vagy helytartó tanács veszi át az állam vezetését. A helytartó tanács tagjai voltak Milivoje Petrovic Blaznavac, Jovan Ristić és Jovan Gavrilovics. Blaznavacnak a feladata volt az, hogy a külügyekkel, külpolitikával foglalkozzon, Jovan Ristić a belpolitikai ügyekkel foglalkozott, míg Gavrilovicsnak a feladata volt a kiskorú fejedelem oktatása és neveltetésének szervezése. A helytartó tanács első lépése az volt, hogy 1869-ben új alkotmányt, úgynevezett helytartó tanácsi alkotmányt adott Szerbiának, és ebben az alkotmányban leszögezték, hogy a törvényhozó hatalmat két szerv fogja gyakorolni, az egyik az országgyűlés lesz, a másik pedig a fejedelem. Természetesen ezt az alkotmányt támogatták az oroszok és az osztrákok is. Na most ez mellett joga volt az uralkodónak arra, hogy a képviselők egynegyedét saját maga válassza ki, ugyanis úgy gondolta, hogy ha mindenki szavaz, akkor a szavazatok többségét kereskedők, parasztok, olyan emberek veszik át, akik nem igazán tanultak, és ezért tartották szükségesnek, hogy a tanult emberek sugaraiból, a polgárság soraiból is kikerüljenek népképviselők, és ezért kapta meg maga a fejedelem a jogot, hogy a képviselők egynegyedét ő nevezze ki és válassza meg. Érdekes az, hogy egyik forrás úgy említi, hogy az országgyűlésnek volt törvényhozó hatalma, a másik feljegyzés azt írja, hogy nem rendelkezett konkrét törvényhozói hatalommal, de szerintem itt nem a hatalomról van szó, hanem törvényjavaslattételi joggal nem rendelkezhetett a képviselőház elfogadni, elfogadhatta az adott törvényeket. Maga Mihajlo Obrenovics tovább ugye tervezte, folytatta a harcot, hogy önállósítsa Szerbiát, és tulajdonképpen egy újabb lehetőség adódott erre, amikor 1875-ben Hercegovinában egy hatalmas, eddiginél, tehát az előző felkeléseknél nagyobb felkelésre került sor, a törökök ellen. Ez a felkelés indítja, tehát a felkelés maguk a törökök kegyetlenül elfojtották, megbüntették a vezetőket, de elindítja az európai nagyhatalmak politikai köreibe azt a kérdést, hogy mi is legyen a további sorsa a török államnak, maradjon-e Európában, maradjon-e a Balkánon. Most gondolatsorok, amelyek elindulnak, a keleti kérdés címben kerül be a történelembe. Több ország is érintett ebben a kérdésben, de végeredményben egyelőre senki hivatalosan nem mer lépni. A felkelés leverése után a szerb közvélemény az mellett van, hogy háborút kell indítani a törökök ellen, és igenis fel kell szabadítani azokat a területeket, amelyek még török uralom alatt vannak. Azonban a szerb vezetés azt mondja, hogy addig még egy nagyobb politikai hatalom, tehát ország nem támogatja az ő háború indításokat, addig nem igazán van értelme annak, hogy Szerbia vagy Crna Gora belépjen egy török ellenes háborúba. A támogatás ugyan kimerült abban, például Oroszország részéről, hogy küldött 2500 önkéntes Szerbiába, akik a szerb
csapatok oldalán harcoltak ugye a törökök ellen, ami tulajdonképpen azt is jelenti a mi megfogalmazásomban, hogy 1876-ban elkezdődik az első szerb-török háború, és hát nagyon gyorsan győzelmet aratnak a szerb csapatok Alexinac mellett Sumatovácnál, de a gyors győzelemre azután jön a vereség is Gyunisznál, Krusevác mellett, és hát tulajdonképpen ebben a pillanatban fog beavatkozni második Sándor orosz cár, aki úgy gondolja, hogy be kell, hogy lépjen a törökök mellett, a törökök ellen ebbe a helyzetbe, és meg kell, hogy mentse ezt a helyzetet. 1877-ben indul el az orosz-török háború, és tulajdonképpen ebbe fog belépni majd Szerbia is. Az oroszok által indított harcba belép Szerbia is, több területet felszabadít, és tulajdonképpen a bekövetkező sikereknek köszönhetően sor kerül 1878-ban a San-Stefanói béketárgyalásra. Tudnunk kell azonban azt, hogy már a harcok idején egyezkedésre került sor Oroszország és Ausztria között, akik pontosan meghatározták azt, hogy kinek milyen érdekei, érdekterületei vannak a Balkán-félszigeten, és ki melyik területén szeretné megnövelni a befolyását. Maga Szerbia a tárgyalásokba nem igazán szólhatott bele, tehát nem sok lehetősége volt arról, hogy ahhoz, hogy feltételeket szabjon és területeket követeljen. A San-Stefanói békének a lényege az, hogy lezárja a háborút és hogy képviselje a nagyhatalmak érdekeit és papíron rögzítse is ezeket. A határozatok közül fontos megemlíteni, hogy Crna Gora és Szerbia tehát területileg nagyon picit gyarapodott, és ha megnézzük a térképet, akkor látjuk azt, hogy létrejön egy hatalmas új nagy állam. Ezt az államot Nagy Bulgáriának nevezik. A Nagy Bulgária tulajdonképpen orosz érdekterület lesz, olyan szinten, hogy ezen a területen keresztül a Fekete-tengerre és ugye az Égei-tengerre is, és valamilyen szinten a Balkán-félszigetre is megnövekszik az oroszok befolyása. Az északi részeket tulajdonképpen az orosz katonaság foglalt el, szabadította fel ott az 1877-ben indított háború során, és látunk itt bizonyos nyugati, észak-nyugati területeket, amelyeket pedig Szerbia szabadított fel, és amelyekre ő is igényt tartott volna, de ugye ez a lehetőség nem következett be. Végeredményben, ha a határokat akarjuk meghatározni, akkor látjuk, hogy a Fekete-tengertől a Drin folyóig, a Dunától egészen az Égei-tengerig terjedt ez a nagy Bulgária. Természetesen az európai hatalmak elégedetlenek voltak ezzel a döntéssel, és követelték azt, hogy hajtsák végre a revízióját a San-Stefanói békének, és változtassák meg a határokat. A következő térkép, amelyet kivetítettem, tulajdonképpen ábrázolja a határmódosításokat, amelyek már többé-kevésbé megfeleltek az európai más hatalmak elvárásainak is. Végeredményben a legelső és legfontosabb döntése a berlini békekongresszusnak az volt, hogy Szerbia, Crna Gora és Románia is független államokká váltak, és fejlődhettek tovább. Szerbia megkapta azokat a területeket, amelyeket a második ugye szerb felkelés idején felszabadított, tehát a Nisi, a Piroti, a Toplicai és a Vrányai körzetek visszalettek csatolva a területéhez. Ez mellett magát Nagy-Bulgáriát szintén a térképen látjátok, két részre osztották, Kelet-Ruméliára és a bolgár fejedelemségre, és ezzel elejét vették annak, hogy Oroszország tovább növelje a Balkán-félszigeten a befolyását. Egy nagy gond jelentkezik, most még nem gond, de a szerb politikumot már bántja a gondolat, hogy Boszniát és Hercegovinát osztrák-magyar
közigazgatás vagy igazgatás alá helyezik, és ezzel ugye Ausztriának is teljesül a vágya, elvárása, hogy Bosznia és Hercegovina területén megerősítheti a saját befolyását, tehát megvetheti ezen a talajon a talpát. És hát tulajdonképpen a berlini kongresszussal zárul a nemzeti állam létrehozásáért folytatott harc, amely ugye 1804-ben kezdődött el az első szerb felkeléssel. Hosszú, rögös volt ez az út, de megteremtette tehát a szabad polgári állam fejlődésének a lehetőségeit. Köszönöm a figyelmet!